A színpadon Dave Csisznál, aki remekelt a magyar fővárosban, Budapesten elődöntős volt a Hungarian Darts Trophy-n. 4 győzelem után honfitársától, Joe Cullen-tól kapott ki méghozzá a legminimálisabb különbséggel, úgyhogy egyértelműen az esélyes, ellenfel a korábbi ifjúsági világbajnok, Bradley Brooks, aki egyszer ugye nagyon fiatalon, mert most sem öreg, de 18 évesen egyszer elkapta Dave Csisznát. Igen, bizony, egyszer sikerült neki egy Players Championship fordulón, 6-3 arányban győzött a fiatalabb angol. Nem is volt több meccsük, ugye? Nem bizony, semmi többen volt. Hát a bukik Csisznát győzelmét várják, jelenleg az ő szorzója 1-16, Brooksi kerek 5-ös. Igen, viszont Bradley Brooks tegnap egy csodaszép 90-es átlagot odahelyezve. Bizony, jól játszott Scott Williams ellen. Bizony. Volt, ha jól emlékszem, akkor egy 136-os kiszállója. Körülbelül 50%-a dobta a kiszállót, úgyhogy jó volt, nagyon határozott játékot tudott mutatni. Ha át tudta ezt hozni mára, akkor akár még tovább is mehet. 180! Álomszerű kezdés. Bizony, bizony. Na nézzük Csisznát, aki már 41 esztendős. Sok minden nyert már, de sokat nem. Ugye örök másodikként van elkönyvelve itt a major tornákat tekintve, mert abban még nincs neki semmi. European Tourokon egyébként Csisznának milyen emlékei vannak? Kérlek szépen... Nyert már ő, azt tudom, döntősben is többször volt. Azonnal mondom néked. Rutinos szereplője a European Tour sorozatnak. Igen. Ami egyébként 2012-ben indult útjára. Igen, a Danish Darts Open nyerte 19-ben egyszer, és a German Darts Championship-et 13-ban egyszer. Ami nem összetévesztendő ezzel a German Darts Open-nel. Igen. Amit ugye 2017-ben rendeztek meg először. Ellenben Players Championship fordulókon 13 győzelme van, és még a BDO VDF oldalról is hozott magával 4 győzelmet. Igen, de ugye mivel már belépett az 5. X-be, azért egy igazán markáns nagy torna győzelem kellene még neki. Hát az még várat magára. 180! Ez viszont érkezik. Igen, megmutatja a szemtelen fiatal trónkövetelőnek, hogy ilyet ő is tud. Viszont, dupla 14, majdnem sikerült 148-ról. Nem tiszteli ellenfelé Brooks. Szemtelen és fiatal. Dupla 19-re 2 nyíl. Másik, ha benne van. Ez a rutin, elviszi Brooks elől az első leget Csisznál. Second leg, it's Dave to throw first. Game on. Angol meccsek egymás után, utánuk ugyanis Espinel és Beaton következik. Tehát most ugye jelen pillanatban az a helyzet, hogy minimum 6 angol lesz a legjobb 16 között. 100 pont. Közben kaptam az információt, hogy Dave Csisznál a 16. kiemelt, és a German Darts Open a 16. kiemelt még nem tudott tovább jutni az első meccséről. Hát igen, igen, mondjuk ez egy olyan történelmi adat, amit semmissé lehet gyorsan tenni. Igen. 2 darab tripla 5-ös, az már jó. 3 tripla, a fele megvan, azt szoktam mondani, 90 igen. pont. Igen. Jelen pillanatban a European Tour ranglistán is 16. helyen áll Dave Csisznál. És tud ezen még mozdítani, mert hogy itt lesz a következő 56. két fordulón is. Igen, és ha már itt tartunk, akkor jelenleg a világranglistán is a 16. Igen, most mindenhol 16. Csak egy 5-ös. Ott egy csizi póló. Marad lenn. 95. És ugyanerről 95-ről próbál kiszállni Csisznál. Dupla 8. Nem. Bocsánat, mit mondtam? Ja, 19-re dobott el. Igen. Megzavarodtam, mint a vasorúbába
Hol is? Ágneses viharban? Igen. Nagyon szép korrekció volt. Hát igen, 40, csak ugye maradt. Ez a veszett fejszennyele jön Csisznál. Na, dupla 8, ez már biztos. Na, még egyszer. Ott van benne az ujjba. 2-0. Gyatra kezdés. Nagyon szép, 134. Dave Chisnell nagyon akar, meg akarja törni ezt az átkot, amit az előbb említettem. Igen, és tényleg az ő játékában mindig benne van annak a lehetősége, hogy nyer egy tornát. Bizony. Igen, amikor ő játszik eleve, az biztos, hogy a 180-ban gazdag a mérkőzés. Igen, igen. A 12. VB-jére készül, csak a PDC-nél Csisznál, és a BDO-nál is volt 3 VB-je. Bizony. Köztük ugye egy döntő. Igen, utána került át az utolsó, volt a döntőben, utána került át a PDC-hez. Igen, 2010-ben döntőzött Martin Adams-szel. Kivel másra. A Wolfi egyedülalkodó volt nagyon sokáig. Uh-huh. BDO-nál. 99. Nagyon jó. 140. Láttad ezt? Igen. A harmadiknál, oda se nézett. De ő is érzi, hogy lehet, hogy ez is elment. De valaki beletapsolt a dobásába, őre nézett ki szerintem. Igen? Igen. Dupla 20, dupla 10. Nincs ez most nem. Rá meg lehet dobni a 114-et. Ne örülj, nem téged mutattak. Tripla 18 kell. Nem jött, nem. Tripla 20-ra vissza. Az is jó. Csak 54-es kör dobott. Csisznál. Újabb esély. Megvan. Megvan bizony. Kétszer tudja lebrékelni Brooksot a meccs elején Csisznál. Fourth leg, it's Dave to throw first. Game on. És hát most az ő átlaga nagyon jó, 95 fölötti. Brooksi egyelőre csak 86,8. Igen. Ó, kiesett 2. Igaz, szimpla, de hát akkor is csak 20 pont a dobás. Na, akkor most mi lesz? Csak 58. Kicsit megzavarodott Csisznál. Csak. Még nem a saját kezdését kéne kicsit lelazítani. 55. Ez is csak 55. Brooks nem tud élni a lehetőséggel. Az már jó. 140. Gyorsan rendezte a gondolatokat Csisznál. 100. Egyik talál triplet, a másik is talál. Hát nincs könnyű dolga Brooksnak, hogy eddig csak egyszer tudott kiszállóra dobni. Az meg nem sikerült. 42. Ó, 42. Érdekes leg. Igen. Ez lehet, hogy egy 20 nyíl fölötti leg lesz. 125, azért jó. Csak beindul valaki. Ez nem kiszálló még, ez a 163. Nem bizony. Igen. Szép, 139. És akkor. Nem talált triplát Brooks. A korábbi ifjú világbajnok. 104. Nagyon jó. Az is jó, és a dupla 20.
Aj, de szép! Akár még 18 így végül, úgyhogy katasztrofálisan kezdte Csisznál, és így is behúzza. El se dobták az első nyíleiket. Ez pedig, óha! Tripla három után egy tripla ötös, kész. Ma délután még nem volt söprés, most lehet ebből egy ilyen. Hát ne legyen, nem szerettem az olyat. Tegnap három is volt. Igen. 100. Hatvan pont csak. Brooksnak most szépen jön. Mások is benne. 140. Kicsit lejtette a harmadikat, de így is jó. Szeretünk Magyarország. Mi is szeretjük. Csisznál sem szórakozik. Tartja a lépés Brooks-szal. És ha, hát itt is lebrékeli esetleg Brooksot, akkor azt hiszem, hogy vége is annak a meccsnek. Hát akkor biztos. Tehát 0-5-ről szerintem kizárt, hogy Brooks visszajöjjön. 93. Nincsen benne a triplában. 25-ben sincs. Egy triple 20 azért csak jött. Hát elég gyorsan eljutottunk ahhoz, hogy 5-0 legyen. Nagyon jó. Tripla. Úgy van, igen. És a dupla 16. Ó, éppen csak olyan. Hajszál, tényleg hajszálnyi. Még Brooks sem dobta be ezt a 77-et. Kettő nyíl a dupla 10-re. Elsőre benne, nem lesz söprés. Nem. 4-1. Íme, 17 nyíl kellett ehhez. 96 a kezdés Dave Csisznától. Átlagok. Szektor közép tripla 1. 117. Igen. Szép, nyugodtan, egyenletesen halad lefelé Dave Csisznál. Mindig megbotránkozok Dave Csisznál dobás stílusán, de hatásos, működik. Tehát az, hogy három nyilat nem tud ugyanúgy eldobni. Ja, nekem az az érdekes, ilyen avatatlan szem neki kicsit, hogy belehúz a igen. Végén. És mindig, általában mindig a helyére megy azért az a nyilat. Igen, igen. És ez most is lehetett látni, hogy az egyiket egyenesen dobta, a másik megrántja a végén. Balra horgott, a harmadiknak pedig jobbra dobta a csuklóját. És mindegyik ott volt. Száz pont. Igen, olyan, mintha a dobás legvégén megszúrnák egy tűvel, igen. És így megijedne. De valószínűleg tehát elengedés után húzza el a kezét. Igen. Jó, de ez annyira beidegződött nála, hogy ezen változtatni már ebben a korban nem lehet. Nem. Már így fog játszani 80 évesen is. Meg hát működik. Tehát... Na, Brooks előtt egy Big Fish. Ott úszkál nagy medencében. Paf. Nem lesz belőle. Ebből se lesz halászni. 135. Milyen szépen folytatta. Nagyon. Csak az a két tripla 20-as az első két nyira kellett volna. Dupla 20, két nyíl az 5-1-hez. Egy is elég. Halad nagyon szépen a győzelem felé Dave Csisznál. A tét tehát a legjobb 16 közé kerülés. 180! Emlékszel, így kezdte a meccset. Igen. Csak hát utána aztán lelassult. Nem találta a többit. Most sincs benne a negyedik.
Ötödik már igen. És a hatodik is 140, nagyon szép. Na majd Csisznál. Nagyon jó. 140. Menedzsere? Igen. ...83, nem jött a 25. Na, még jó lehet. Hát persze. Kipattan, de szerintem az is a tipreikbe ment. Igen. Oda ment az is, igen. 81. 98-ról Brooks. Tripla 18. Akkor vissza 20. És marad a 40. Nagyon most jó. Már jön. Második is benne. 138. Bradley Brooks, dupla 20. Dupla 10. Ott van benne. 5-2. Ez volt eddig Brooks legjobb legje. Igen. De hát nagy a különbség így is. Viszont most rosszul indít Csisznál. Ruszlánál jobban. Száz pont. További utóra vagy Luke Humphries, vagy a svéd Larsson vár. 135. Hát papírforma szerint akkor Luke Humphries. Igen, igen, úgy tűnik, hogy azon az ágon ez jön össze, tehát itt azért torlódnak ám az angolok szépen. De ezen az ágon van például Johnny Clayton is, vagy Peter Wright és Van Barneveld. Nagyon jó. Tripla 20. 128, 180 maradt. Egyre nehezebb helyzetben Brooks. Jaj, kész. Ezt most elszerencsétlen 100 pont előny Dave Csisznánál. És jön a tripla. Na, még egy tripla 20. Úgy pontosan, van, 140, szép kerekítés. Kész. 6 meccsnyi a minimum. Hát innen ezt már csak elveszíteni lehet. Igen. Nincsen kiszállom Brooks. Tehát azt csinál, Csisznál, amit akar. Leginkább szerintem meg akarja dobni a dupla 20-at. Benne is van másodikra. 6-2. Végig vezetve, remek játékkal. Dave Csisznál tehát ott van a 8-at döntőben. A szünet után pedig egy újabb angol párharca, korábbi világbajnok Steve Beaton következik Nathan Espinallal szemben.